Kedves kertbarátok! Itt vagyunk a Rijnszárd biodinamikus vetőmagállító előállító cégénél, és megmutatom nektek az egyik kedvenc zöldségemet. Ez a malabár spenót. Igazából trópusi növény, évelő, tehát hogyha valaki beviszi szobanövénynek a szobába, ott évekig tudja szedni róla a spenótot. Úgy néz ki, hogy így elkezd hajtani a növény, és alulról mindig a legalsó leveleket törjük le róla, és ezekből készítünk valamilyen ételt. Nagyon finom belőle, a simán, a nyersen a saláta, tehát valamilyen saláta keverékbe beletéve nagyon finom, megfőzve még inkább, és különböző köreteknek a szuper alkotó része. Láthatjuk, egyébként ez egy indiai spenót, láthatjuk, hogy folyamatosan hozza a terméseit benne a magokkal, és ezt fogják visszafogni. Mindig megy fölfelé, tehát valamilyen támasztékot kell mellé tennünk. Ha nem visszük be a hideg elől, akkor ki fog fagyni, mert ez egy trópusi növény, de hogyha egy ládába tesszük bele, vagy egy bármiféle edénybe, akkor utána teljes egészében be lehet vinni a szobába is, és évekig szedhető ez a nagyon finom zöldségféle. Köszönöm, hogy meghallgattak!